A napokban értek véget a Tolna megyei szakképzési centrum intézményeiben az ágazati alapvizsgák. 8 iskolában, 15 ágazatból mintegy 770 tanuló vizsgázott. Ebben az új megújuló szakképzési rendszerben már a tanulók nem szakmára jelentkeznek, hanem több szakmát felülelő ágazatra jelentkeznek. A 8. osztályt követően első körben az ágazati alapszakaszba lépnek be. Ebben az időszakban közismereti tárgyakat tanulnak, és az ágazathoz tartozó legfontosabb ismereteket, szakmai ismereteket sajátítják el. A szakképzőiskolában ez az időszak ez 1 éves, a technikumban meg 2 éves időszak. Ezt az időszakot egy úgynevezett ágazati alapvizsga zárja le, ami azt gondolom egy mérföldkő a képzés tekintetében. Egyrésztről azért mérföldkő, mert beszámít a szakmai vizsga eredményébe, de sokkal inkább azt gondolom azért mérföldkő, mert ezt követően lép ki a tanuló, a diák a szakirányú oktatásba, és ezt a szakirányú oktatást már a duális partnereknél is tudja végezni, és ebben az időszakban már szakképzési munkaszerződést is fog tudni kötni. A szakirányi oktatás a szakképző intézményekben az 2 éves, a technikumban pedig 3 éves. A technikumban azzal a különbséggel érdekes ez, hogy ők már érettségire való felkészítést is kapnak. Szekszárdon a Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola 69, 9. és 10. osztályos diákjai tettek számot tudásukról. A fiatalokat a turizmus vendéglátás ágazat 4 területéből, ételkészítési, vendégtéri, cukrászati és turisztikai alapismeretekből mérték fel. Két vizsgacsoportra voltak osztva. Ezek a tanulók múlt hét csütörtök pénteken volt két napra szervezve az egyik csoportnak a vizsgája, illetve ezen a héten, hétfőn, kedden volt szintén 2 napra szervezve a másik csoportnak. Ezek vegyes csoportok voltak, mindkettőben volt 9. és 10. osztályos tanuló. Azt kell tudni ezekről a vizsgákról, hogy elég színes, elég mozgalmas ez a vizsga. Reggeltől egészen délutánig tart nekik az elfoglaltság, úgyhogy meglehetősen fárasztó. Hát nagyjából úgy kell elképzelni, mint ahogy egy vendéglátóban a vendéglátósnak az életét. Annyiban különbözik, hogy 4 területből kellett ugye nekik beszámolni a tudásukról. Vizsgabizottság előtt ez a 4 terület, ez a turisztika. Ott egy portfóliót kellett nekik bemutatni egy turisztikai attrakciót, szálláshelyel, programot ajánlani fiatalnak, idősebbeknek. Aztán ez volt a turisztika rész, ugye cukrász tevékenység is van ebben a vizsgában, hiszen ez is hozzátartozik a turizmus vendéglátás ágazathoz. Ott linzerkarikát kellett készíteni, ők piskóta tekercset kellett készíteni, kinek melyiket. Aztán vendégtéri, tehát pincér tevékenység is volt. Ott meghívott vendégek voltak, tehát a 69 főre, ha jól számolom, akkor 138 vendéget szerveztünk le erre a 4 napra, tehát minden tanulónak 2-2 vendéget kellett kiszolgálnia, tehát rendes, hát életszerű körülmények között zajlott a vizsga. Ott koktéllal kellett kezdeniük, tehát egy koktélkészítés volt, és utána pedig a szakács tevékenységben elkészített ételt szolgálták fel, tehát párban húztak tulajdonképpen tételt, tehát mindenki ugyanazt szolgálta fel, amit ő is megfőzött volna. A diákok teljesítményét egyébként 100%-ban értékelték, amit majd a záró vizsgán is beszámítanak nekik. Ahogy mondtam, a konyhai, tehát szakács tevékenység is volt. Ott szintén ugye már önállóan kell ugye dolgozniuk. Egyetlen egy felügyelő tanár volt jelen ugye a konyhán, de hát ő inkább a balesetvédelemre ügyelt, hiszen azért felügyelet nélkül kiskorúak ugye nem dolgozhatnak még konyhán. A vizsgabizottság alapvetően elégedett volt a jegyükkel, bár elég színes jegyek, osztályzatok születtek, de biztattuk őket, hogy nem kell megijedni attól sem, hogyha esetleg most jegyben, osztályzatban ez nem olyan fényes, bár rengeteg jó és 5-ös is született. Mert hogy ez az ágazati alapvizsga azért fontos, mert egyrészt lezárul nekik egy szakasz, egy alapozó szakasz, duálisba lépnek ezután, tehát kikerülnek majd vendéglátóhelyre, és ott majd ugye fizetést fognak kapni. De
Ez annyiban viszont fontos, hogy egy 100% értékelést kaptak erre a teljesítményre, és azért azt el kell mondanom tájékoztatóul, hogy 71%-tól van itt a hármas érdemjegy, de még egyszer mondom, hogy nem a érdemjegyet viszik a következő, tehát a záró vizsgára, hanem egy 100%-ot, ami 100%-ot egyébként 20%-ot fog majd a végső elszámolásba beszámítani nekik. Tehát ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egy kis rutint szerezzenek. Egyébként jellemzően partnereket hívtuk meg, kollégákat is hívtunk meg, illetve duális partnereket. Akár a duális partnerek már ismerkedhettek a tanulókkal, hiszen őket szolgálták ki ugye ott a vendégtérben. Úgyhogy ők is érdeklődtek és kérdezgettek tanulókról. Ezért 69 fő, én úgy gondolom, hogy nagyon szépen teljesített, és kollégáknak ebben nem kis munkájuk van, hiszen ennyi főt koordinálni 4 napra, és felkészíteni, az egy nagyon szép teljesítmény.